Na jó estét kívánok, sziasztok, üdvözletem, ismételten egy jó kis demonstrációt hoztam nektek méghozzá egy olyan játékról, amit nagy valószínűséggel nagyon kevesen ismernek, bár egy időben nagyon népszerű volt. Ez kérem szépen a The Wolf Among Us, ami egyébként a Fables képregényből készült a DC, illetve a Vertigónak az égisze alatt. Szóval sejthetitek egyébként, hogy kedves történet, aranyos történet, és őszintén megmondom, engem leginkább egyébként a Grimmire emlékeztet, nem tudom, hogy azt a sorozatot ki nézte, ki nem nézte, viszont sokkal inkább komolyabb és sokkal komolyabb dolgokat feszeget. Telltél játék, jó? Tehát legjobb tudomásom szerint, szóval sejthetitek egyébként, hogy igen, tudom, hogy nincsen netem, de sejthetitek, hogy ugye mire lehet számítani. Választós dolgok, igen, köszönöm. Tehát, hogy választós feladatok, ugye, kommunikáció, kapcsolatépítés, nagyon jó történetmesélés, és a többi, és a többi. Jó, tehát alapvetően erről van szó az ilyen játékokban. Én őszintén megmondom, visszasírom a Telltalet, mert nagyon jó dolgokat raktak le az asztalra, még akkor is, hogyha egy idő után úgy döntöttek, hogy minden szarva belemásznak. De ennek a hangulata valami zseniális. Szóval én azt mondom, hogy nézzük meg együtt, hogy milyen az első nagyjából ilyen 20 perc fél órája, remélem, hogy kedvet kaptok hozzá. Legjobb tudomásom szerint egyébként PC-re is elérhető, de hogyha valaki esetleg tudja, hogy nem, az jelezze a kommentek között. Nézzük, play, igen, PS3, jó, tehát PS3, sajnálatos módon ezek kicsikét pöcsölni kell, ez van. Tudom, továbbra is tudom, hogy nincsen. Na nézzük, és akkor azt mondja, hogy első epizód, azt mondja, hogy toljuk is neki, nézzük, hogy miből élünk. Imádom ezt a cuccot komolyan. It, a record for the date. Hottest ever in June. 103 now, and that humidity looks low, but remember, the hotter the air is, the more moisture it can hold. So 103 with 31% humidity is a lot more humid than, say, 73 with 31% humidity. And it is muggy out there. Na szóval ugye rögtön in medias res kapcsolódunk be az egészbe. És hogy az alaptörténet az, hogy a különböző mesebeli lények azok, miután elűzték őket az otthonukból, New Yorkban találtak menedékre egy ilyen saját kis közösségben, és egy varázslattal képesek saját magukat emberként előadni, jó? Tehát ez az alaptörténet, nagyon szimpatikus, nagyon jó egyébként, imádom az ilyen világ alatti világsztorikat, minden esetben nagyon jól tudnak elsülni, hogyha odafigyelnek rá, már pedig itt basszus van benne meló, rendesen. És a sheriff pedig, aki a rendet tartja, ugye, ő pedig a nagy gonosz farkas. Bigby Wolf, ő az. Persze, hogy dohányzik, természetesen dohányzik. És ugye továbbra is nagyon képregényesre van véve az egész. Igaz, mondja, hogy Dale Bronx valamikor éjfél után. Uh-huh. Menet közben azért, hogyha nem is telibe fordítok, közben azon gondolkodom, hogy megállítom, és tudok-e, igen, feliratot adni neki. Aki esetleg beszél angolul, annak ugye többet segít, audio-videó, nézzük csak. Subtitles, ezt elfelejtettem, szóval most akkor subtitles on, apply, tökéletes. Szóval, ő kérem szépen, béka uraság, Rhythm Game, tökéletes. Big B! Listen, mate. Igen. I know I don't look human. Nem néz ki embernek, ugye? I just stepped out the apartment for just a second to see what kind of damage this truck. És ugye próbálja kimagyarázni. Just cut me a break, yeah? I'll get me glamour first thing in the morning. Oly nevszem. Tipikus ez a. Itt a reggel rögtön elintézem a varázslatot. Na legyünk genyók. I'm looking at a 3-foot tall. Egy méteres békát nézek. Pulcsiban. Ez gond. If you can't afford to look human, you're going to the farm. It's as simple as that.
You can't send me up to live with those animals. Ha nem tudja megfizetni, hogy emberként nézzen ki, akkor megy a farmra. A farm az nyilvánvalóan egy ilyen kellemes hely, ugye? Go see a witch. Get a glamour. Bigby, they're bleeding me dry, mate. The quality of the spell goes down, but the rates keep climbing up. Do you have any idea how much it costs to have an entire family in glamour? Jogos a felvetés, hogy egy baromi sorba kerül ugye egy ilyen varázslat, de hát ez van. Ez nem a mi problémánk, takarodjon boszorkányt nézni. It's completely irresponsible, Toad. Bigby, please. That's a low blow, mate. All this will be taken care of as soon as the witches are available to cast the spell. Whatever it costs, it's worth it. You don't want me catching you out of glamour again. Gonosz farkas nem akarja, hogy még egyszer elkapjuk, ugye? Na ki ez a pöcs? Nézzük, nézzük, nézzük. Nem, megyek nyugi. Menjünk föl, jó információ nélkül. Megoldjuk, megoldjuk, megoldjuk. Hajrá. Very pricked up shite. Tell me how to spend my money. Dad, the lights are shaking again. Egy bozontos pöcs megmondja, hogy hogyan költsem el a pénzemet. És igen, ez a... mit tenni? Then get the fuck back inside! Nem. Akkor ott, hogy elvigyen a nagy gonosz farkas, nem? Akkor takarodj vissza a picsába. Gyereknevelés az van, bízzunk a serifben, ugye? Természetesen. Természetesen. PS3 átka töltőképernyő, jó? De legalább még működik, jó? Tehát nekem van működő PS3-am. Meg PS2-öm. Meg PS1-em. Na nézzünk oda. You're gonna know who I fucking am, you hear me? Na, az mi a tököm ott? Look at me! Oké, és... Let's go! Nem? Most akkor mivel csinálok bármit? Nem? Ja, értem, így már értem, így már értem, akkor szerezünk információkat, oké, mi ez? Jó, most már megvan, hogy kell irányítani. Van egy gyufánk, oké, ez mondjuk mindig jól fog jönni. Az mi? Telefon? Persze, hogy nem fog működni, tuti. Oké, és na akkor most menjünk be barátkozni egy kicsikét. Kedvesek vagyunk, jó? Kopogunk. Nem nyitnak ajtót. Be kellett volna rúgni. Whoa, hey! You've got something on your face. Fuck are you talking about, you stupid... Van valami az arcodon. I'll fucking kill you! Miért sütötted meg? Oké, barátkozzunk, na gyere köcsög! What are you gonna fucking do, huh? Get the fuck out of the way! Hogy én mit csinálok? Megfenyegetem. Ő a favágó a mesékből. I'm gonna break your fucking face. Is that a fact? Yeah, that's a fact. Nézzük, sikerül a quick time eventek vannak. Aha, jó, hogy legutóbb nem úgy sikerült, hogy összetörte az arcát. Na nézzük akkor, mi lesz ebből. Ez az! Basszuk az ágyhoz. Ah, tök jó, oké. Na és most? Üss már egyet, azaz! Szekrény! Azaz! Ó, cseszed! Hofa! Azaz! Na, miben vágjuk bele? Abba! Tökéletes! Ó, mit kap? Bazd meg! Így megvágott francba, lassú voltam. Most megvolt, oké? Akkor legyen egy ágy, jó? Legyen egy ágy.
Üssük! Azaz! Ballal, jobb bal, jobb bal, még egy balos neki. Tökéletes, na? Feladta már? Nem adta fel, bassza meg, bírja! Ó, a fejszre, faszom! Faszom, 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 faszom! Így csezd meg! Ezt elszúrtam, oké, balra kellett volna, balra kellett volna. Replay from checkpoint? Remélem nem az elejétől kell kezdeni. Intenzívnek intenzív. Rendkívül. Mondjuk inkább csak az elején, jó? Tehát itt vannak quick time eventek benne, de annyira nem vészes egyébként. De pörgős, pörgős az egész. Csak betöltenék, hogyha Wolf Among Us lennék. Oké, innen folytatjuk, kiváló. Akkor balra el, jó? Mellé, köcsög! Azaz, gyerünk, 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 elvettük! Ezt biztos élvezte. Fekszik a bácsi. You should probably get out of here. Look, I'm not leaving until I get what's mine. You're not getting shit, bitch. Aha. I'll fucking put you on the ground. Shut up. Hölgyike nem akart távozni, anélkül, hogy megkapná, ami az övé. Shit. Fog nélkül meg nehéz beszélni. Ja, eltöltük a állkapcsát. Fuck you. Shit. Oké, húzz el innen. All right. You need to go. I can't go until this deadbeat pays me. Mm-hmm. For what? I let you slap me around for a while. You're lucky I'm not charging extra. Most azért kell fizetni, hogy pofozgathatta. Look, this is just the start of a shitty night for me. I just need the money he owes me, then I can go. What the hell is going on? Oké, mi a franc történt itt, ugye? A little misunderstanding that turned into a real shit show. Don't worry. Ja, csak egy kis félreértés, ugye? More where that came from, girly. Knock it off! Na, miért ütötte meg? Ez a kérdés. Maybe you should ask him that. Kérdezzük meg őt, persze. Ask you first. Szóval, leányzó? Mi történt? He asked me if I recognized him. Szóval megkérdezte, hogy felismerte, hogy tudta-e, hogy kicsoda, mondtam, hogy nem. Elkezdett ütni. Aztán megjelentünk. Thought about cover it, hon? I'm the watchman, you whore. Szóval én vagyok a favágó. I cut this fucker open and filled it. De hogy ő a vadász, oké, tehát hogy ő vágta föl ugye a farkast, amikor piroskát ki akarta nyírni, és... Na, akkor basszunk oda neki. Stupid bitch! Hey, what did I say? I said be nice, or you wait outside. Come on! Kedves ember, na, maradjunk annyiban, nagyon kedves ember. Nem mondjátok, hogy nincsen személyisége, de tényleg, tényleg. És töltőképernyő, fikkenfak, azaz. My car. Yeah. Give me a second. Oh no, by all means. Take your time. Lezúztuk az autóját, bakker. Milyen a biztosítása? So, how good is your insurance? I can't be mad at you. I called you, and you come to help. I can't be mad. Igen, ez azt mondja, nem hallgatotok rá, de így hívtalak, aztán segítettél. Yeah. Yeah. Ciki! At least you're not fucking dead. Oh, bazd meg, nem áll! Ez komoly! Nem kéne abba hagyni, vagy valami? Na? Gyerünk, 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 gyerünk! Azaz! Minden éve belenyúlunk! Nyomjad már! Az anyád úristen! Megharapott a tetvedék! Nagy! Gyerünk már, nem? Nem, 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 el fogunk álljulni, banyag? Nem-e?
Oh, cseszed már. Aha, itt a falkas. Megoldották helyettünk. Oké. Okay. Ja. Hát ez nem egy hétköznapi balhé. Hagyjuk béké, jó? You can't be doing that. I'm just getting what he owes me. Mm-hmm. Back there? I mean, your eyes and the teeth? Ja, hát igen, ugye? Szem, a fogak. Igen. I can avoid it. Ja, hát neki sem kéne így viselkedni. Mm-hmm. Csóró. The guy's got an axe in his brain. He's not feeling that. It's more for me. Szóval a fickónak egy fejsze van az agyában, nem érzi. Let me help you. De hagyjuk kicsit mókázni, jó? That makes two of us. I guess it's a good thing fables are hard to kill. Suppose it is. Ja. Mesebeli lényeket nehéz kinyírni, úgyhogy megoldottuk. Ezt nehéz megmagyarázni igazából bármelyik zsarúnak egyébként ezt a jelenetet. Mongúz ott a háttérben, az nem csak nem a kobra véletlenül Sylvester Stallone-tól? Csak egy picit, icipicit, nem? Tipikus, mindig akkor döglünk meg az öngyújtó. Adjunk neki gyufát? Thanks. Who do you work for, really? Mm-hmm. Kinek dolgozik, ez a jó kérdés. These lips are sealed. És... Sorry. Niente, semmi. Hey, you like my ribbon? Mm-hmm. Szóval tetszik a szalagom? Ne változtass témát. Stop changing the subject. If you don't answer my questions, I can't help you. Ja. I'm answering them the best that I can. Persze, de hogy válaszolsz, kisanyám? De hogy válaszolsz? I feel like we've met before. Mhm. Szóval úgy érzem, találkoztunk már. Hát... We all sort of knew each other at one point. Ja, hát végül is igaza van, tehát, hogy valahol mindegyik találkozott mindegyikkel. I guess. Ja. Csak mikor? Hogyan? Milyen körülmények között, ugye ez a fő kérdés? És el is húzott. Shit. Stop. We don't have to make any more of a thing out of it than it already is. Azt mondja, nem kéne jobban neki menni, mint amennyire kellett. De hát megütött lovagok vagyunk. To pay for that. Uh-huh. He's got nothing to give, Sheriff, I checked. Besides, I just swung an axe into the guy's head. Ja, többet úgy se tud, különben is belevágtam egy fejszét a fejébe. Őt kellett tartóztatnia. So, now's your chance. Nem tartóztatjuk le, jó fejek vagyunk, kedvesek. How much was it he owed you? Mennyivel tartozott? 100. Százassal. It'd be bad for you to show up empty-handed. Igen, valószínű rossz lenne, hogyha üres kézzel menne vissza. I'll be fine. Mhm. Adjunk neki pénzt, jó? Adjunk neki pénzt, miért ne? 58. Kicsit segít, nem. You've done enough, really. Jó. Igazából nem fogadja el, akkor... Take the money. Okay? Persze, hogy elfogadja, persze, hogy elfogadja. Thanks. I'm still gonna need a statement. Mhm, persze kell majd egy... Drop off what I have. Meet me back in my office then. Persze kell majd egy vallomás nyilván az irodájában. I'll swing by your apartment.
How do you know where I am? You live in the smallest apartment in the woods. Vagy beugrik a házba, azt mondja, na de honnan tudod, hogy hol lakok? Azt mondja, hogy a legkisebb lakásban lakik a környéken, mindenki tudja. You look like shit. Ja. I don't use that term lightly. Nyilván mindenki tudja. Some of these look pretty bad. Jó. Ez durva. A little on the hard side. I tell it like it is, when I can. Legalább szabad szájú. Szeretem, hogyha valaki őszinte. Na de, ő ki? Hey. Nem emlékszem már. I need to tell you something. Igazából csak ilyen fotókra emlékszem, de nagyon jó a történet, az megvan. You're not as bad as everyone says you are. Szóval nem vagy olyan rossz, mint ahogy mindenki mondja. Nagy gonosz farkas. I'll see you around, Wolf. Ja. Jó, gondolom, mindenkinek vannak rossz napjai igazából, most a farkas is lehet kedves. Pofásan néz ki, az biztos. Ah, de szerettem a benzines öngyújtómat. Jön velem. Ja, töltőképernyőjön, persze, hogy töltőképernyőjön, édesanyám. Elszoktam már ettől. Mondom, a főcímet azt hagyom lemenni anélkül, hogy a fejemet látnátok, szóval tényleg. Első fejezet? Itt. Az. Cause I gotta have faith. Na, oké. Okay. Woodlands Apartment. Oké, okay, nézzünk be. Egy kicsikét. Igen. Luxus apartmanhoz érkeztünk, kérem szépen. Mi irányítunk? Menjünk be. Oda, oda, oda. Meg sem néztem igazából, hogy mi hol van, szóval tök mindegy, gondolom, csak megtalálom, akit keresek. Tudod gyorsabban menni, vagy nem? 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 Úgy látszik, hogy itt nem. Na ki ez? Gyereki! All right. Beauty. Szépség! Szia! Ne lépj a fűre. I wasn't expecting anyone. I know this looks a little odd. Ja, határozottan furán néz ki, hogy itt kint mászkálsz. Mondjad, mi ez? Is there some sort of curfew I don't know about? What's with the third degree? Damn it, I'm late. Ja, elkésett, oké. Okay. Igen, ismert mesefigurák vannak benne, jó? Tehát nem csak így össze-vissza. Aha. Mondta, hogy nem mondod el szörnyeteknek, hogy láttál. Ez így van, kimaradunk belőle. Nem, nem, nem. Ugyanakszem, hogy hófehérke is benne lezen, nem vagyok benne 100%-ig biztos, szóval tényleg a klasszikok azok ott vannak. Jó, köszönjük szépen, egy később elmagyarázod, legalább valamit majd tudni fogunk. Szóval nem az, amit gondolsz. Nem tudom, mit gondoljak, fogalmam sincsen. Ez van.
Na itt mi lesz? Remélem töltőképernyő. Azt szeretem. Nagyon szeretem! Mondom én, imádom. Gondoltam azért az első fejezetben csak belenézek egy nagyon-nagyon picikét. Persze, hogy alszik, verjük fel a kis genyót, jó? Nem, ezzel, jó? Mondjuk... Most csak megnézzük először, mi ez? Aha, big fucking páncél, és hogyha megütögetem... Kicsit poros. Csöngessünk a kis mocsoknak, jó? Nem, először megnézzük, hogy mi van ott. Nézzük. Jó. Nyissuk ki. Been a while since I got any mail. Semmi levelet nem kaptunk, jó? Ez van. Seventh day in a row. Hetedik napja. Fasza. Fasza, népszerű ember. Csörögjünk egy kicsikét, jó? Nem, hagyjuk békén a transzba. Jó, biztos, hogy van neki valami jobb dolga is. Én meg mondjuk, föl tudok menni az emeletre, nem? De, föl tudok. Ez az, ez az, ez az. Gondolom ez hazavisz. Nem? Most mi van? Megjött, ez az, végre. Ismertem ilyen biztonságiakat amúgy. Bigby, hey, wait up. Na, ez meg ki. Have you seen beauty? Hogy ő a szörnyeteg, azt mondja, láttad szépséget? So? Nem mondom el, nem láttam, nope. Nem. Haven't seen her. Oh, okay. Sorry to bother you. Én ebből kimaradok, jó? Tehát nem érdekel. Something's going on. Aha. Aggódó férj. Ő sem tudja, hogy mi történik, de nem. Az ilyenekben nem szabad belemászni, jó? Tehát, hogyha nem a te nejed, nem másnak a neje, akit te dugsz, nem másról bele. Ilyen egyszerű, jó? Nézzük csak. Otthon, édes otthon. Na és ugye itt vennénk föl a fonalat, hogyha most vennénk föl a fonalat, de most nem veszem föl a fonalat. Jó, szóval összefoglalva egy nagyon-nagyon jó történetválasztós kalandjáték a Telltale-nek a tollából, akik a Walking Dead sorozatot is elhozták nekünk, egy nagyon király DC Vertigo képregény alapján, ami mocskos módon jó, többfejezetes, relatíve hosszú, nagyon jó története van, nagyon jó párbeszédek vannak benne, nagyon jó játékmechanikák vannak benne, szóval amennyiben tehetitek, szerezzétek be magatoknak mindenképpen, akár kalossákot húzva, de ezt nem én mondtam, jó, szóval tényleg, tényleg, tényleg én azt mondom, hogy ha valaki szereti az ilyeneket, annak mindenképpen érdemes, tehát hogyha akár a modernebbeket bírjátok, jó, tehát az Until Dawn-t, a Man of Medan-t, bármit, bírtok az ilyeneket, akkor ezt érdemes beszerezni, jó? Nagyon jó történet, nagyon fasz a kivitelezéssel. Szóval, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, ha nem tetszett, dobjatok egy diszlájkot, hogyha semmilyen szinten nem tudtok eldönteni, akkor csináljatok egy ilyet, nem tudom, hogy hogyan fogjátok megoldani, de hogyha szeretnétek további videókat látni, akkor nyomjatok szépen egy feliratkozást, jó? Van rá lehetőségetek, illetve a kis csengőt ott oldalt nyomjátok meg. Nagyon sokan nem teszitek egyébként, és utólag kapom meg, hogy jó, hát nem is láttam, hogy ki jött, ki jön. Jó? Szóval, remélem, hogy következő alkalom is ide kattintotok, és legyen szép estétek. Sziasztok!